Nagyon sok családnak kell döntenie, hogy igénybe vegyék-e a devizahitelüknél a rögzített árfolyam nyújtotta lehetőséget, vagy nem. Nem egyszerű a kérdés, ugyanis kevés segítséget kapnak a rossz helyzetbe került devizahitelesek. Be kell érni azzal, ami van. Érdemes-e igénybe venni ezt a fix árfolyam rögzítéses megoldást? Mennyiben nyújt ez segítséget, vagy egyáltalán csak elhalasztja a problémát? Vegyük sorra a paramétereket, amelyeket a törvény rögzít. Svájci frank esetében 180 forintos árfolyamban rögzítik 2014 végéig az árfolyamot, euró hiteleknél ez 250 forintos árfolyamon valósul meg ez az árfolyam rögzítés, vagyis minden egyéb paraméter a hitelszerződésnek ettől még változhat, tehát hogyha a banknak jogában áll a szerződés kamatát emelni, az ugyanúgy bekövetkezhet, tehát nem a havi törlesztő részletet rögzítették, hanem az árfolyamot rögzítették, de ez is egy nagy segítség azoknak, akik a jelentős mértékben megnövekedett havi törlesztő részletet már képtelenek fizetni. A rögzített árfolyammal egyetlen egy probléma van, hogy amikor lejár ez az időszak és 2015-től vissza kell fizetni ezt az árfolyam különbözet miatt keletkezett összeget, akkor ez egy további hitel növekedést jelenthet. A meglévő hitel mellett egy újabb szerződés keretében ezt is vissza kell fizetnünk, ami a legtöbb esetben növekvő havi törlesztői terhet fog jelenteni a legtöbb adósnál. Tehát kinek tudjuk ajánlani azt, hogy igénybe vegye ezt az árfolyam rögzítési megoldást, és ki az, akinek ez nem jelent valódi segítséget. Azoknak jelenthet megoldást, és annak ajánlom az igénybevételét, aki már jelenleg nem tudja fizetni a havi részletét, de még nincsen 90 napnál nagyobb elmaradása, mert ebben az esetben már nem vehet igénybe ezt a megoldást. Láthatóan hónapokon belül nem történik az anyagi helyzetében semmi változás, amely megoldást jelenthetne, és ha nem veszi igénybe az árfolyamrögzítést, akkor fennáll az esély, hogy elveszíti az ingatlanát. Azok számára, akik képesek fizetni a törlesztő részletet, nem jelent megoldást a fix árfolyam, hiszen lényegében csak egy eltolása a törlesztő részletek különbözetének, tehát a későbbi időpontban 2015-től növekvő teherrel fogják szembe találni magukat, és lehet, hogy akkor fog jelenteni nekik egy kiszámíthatatlan terhet a megnövekedett havi törlesztő részlet, inkább fizessék folyamatosan a mostanit, és bizakodjanak abban, hogy a svájci frank árfolyama kedvezőbbé válik, és nem csak a kedvezőtlen, hanem a kedvező folyamatokból is részesülhetnek még. Amennyiben tanácsadásra van szükségük, kérem, keressenek meg bennünket, szívesen állunk rendelkezésükre.